tavalyi évünknek tulajdonképpen a folytatása. Lelki egészségnapként indultunk, és ezt most már majdnem azt mondom, hogy ha a lehetőségünk lesz rá, és az Editék ebben a segítségünkben lesznek, akkor lehet, hogy minden évben lesz egy-egy ilyen napunk. Azt gondolom, nekünk is szükségünk van egy kis kilépésre, mint ahogy láttátok, én is meglehetősen piramomból jöttem, és azért vagyok legfőképpen itt, mert ki akarok ebből az iramból ma, ezen a napon egy picikét szállni, és az Editék segítségét kérni abban, hogy veletek együtt kicsit lecsillapodjunk, kicsit magunkra figyeljünk, és délután majd lesz egy szabadidős programunk, amit ugye nem árultunk el nektek, hogy mi lesz az, én nem is fogunk, csak én saját dolgaim szólnak belőle, ez elképzelhető, mert a hét az borzasztó pörgős volt nekem is, úgyhogy nagyon szeretnék majd kicsit leállni és kikapcsolni. És bízom benne, hogy mindannyiunknak sikerülni fog. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, kedves barátaim, mert azért is köszöntök mindenkit így, hiszen a múltkori rendezvényen sokakkal találkoztunk, és már nagyon családias lett azóta a hangulat. Különböző csoportokban, különböző klubfoglalkozásokon is tudtunk segítséget nyújtani, együttműködni, hiszen a célunk az, hogy a lelki egészség védelmet szolgálják ezek a programok, ezek a támok által támogatott programok. A mai nap a testünkre fogunk fókuszálni, természetesen a táplálkozási szokásainkat, az egészséges táplálkozást, az evés lélektanát fogjuk megismerni, és műhelyek is lesznek, ahogy az elmúlt alkalommal is voltak, ahol kisebb csoportokban egy-egy témáról, a táplálkozási szokásokról, az egészséges fogyókúráról és a gasztrofilmek hatásairól. Szakiból beszélni az egész pszichológiájáról. Én az evésnek a lélektanáról fogok beszélni. Nem készültem ilyen kivetített vázlattal, inkább mesélni szeretnék egy ilyen bevezetőt adni a kollégáimnak az utána a következő előadásaimhoz. És azzal kezdeni, azon gondolkoztam, amikor készültem erre az előadásra, hogy van egy egész éves mentálhigiénés program, két nagy előadó nappal, és abból az egyik nap a táplálkozásról szól, és hogy itt egy pszichológus kezdi a táplálkozással kapcsolatos előadásokat, hogy hogy kerülnek ide a pszichológusok. De aztán, ahogy gondolkodtam, eljutottam egészen addig a gondolatig, hogy a mai kor emberének, a modern kor emberének, azok, akikhez így mi is tartozunk így ebben a fogyasztói világban, hát lehet, hogy a pszichológusnak több köze van a táplálkozásunkhoz, és a lelkünknek és a lelki dolgaink jobban befolyásolják a táplálkozásunkat, mint a fiziológus.